Három kritériumnak kell megfelelnie annak, aki földet akar vásárolni, legyen helyben lakó, regisztrált földtulajdonos, valamint a licitáló tulajdonában lévő földek nagysága nem lehet nagyobb 300 hektárnál. Október közepétől a kormányhivatalokban már közzétették a pályázható állami földek helyrajzi számát, a földárverések november közepétől indulnak el. A licit az 5,5 millió hektár magyarországi termőterület mintegy 7%-át érinti, több biztosíték is védi az állam érdekeit a spekulációktól. Kozma Péter kormány megbízott a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát az árverések november közepétől indulnak el, nem mindenhol egyszerre, első körben 6 megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gondolom ebben az első körben benne van. Így van, a megyénk az egyike azoknak, ahol először lesz földárverés, ez ahogy a honlapon is lehet tájékozódni, és akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a kedves nézők figyelmét, hogyha a megyei kormányhivatal honlapjára kattintanak, és ott a Nemzeti Földalapnak a linkje is elérhető, ahol az árverési hirdetményeket megtalálják, hogy melyik napon, mely helyrajzi számok kerülnek árverés alá, kalapács alá. Az árverés helyszíne az minden esetben a Nyíregyháza Kótai úton a Növény- és Talajvédelmi Főosztálynak az épülete lesz. Szeretném elmondani, hogy az árverések ezek teljesen nyilvánosak lesznek. Oda bejöhet a licitáló, aki regisztráltatta magát, és bejöhet más is. A sajtónak külön helyiséget biztosítunk, tehát semmi nem korlátozza a nyilvánosságot. Szeretném azt is elmondani, hogy regisztrációs díjat kell fizetni, ahol rögtön ott helyben az árverési jogosultságot a munkatársak ellenőrizni fogják. Tehát amit tetszett mondani, megfelelnek-e a 20 kilométeren belül lakhely, illetve az üzem gazdaságközpontjától 20 kilométeren belül van-e magyar állampolgár földművese, ezeket az igazolásokat a mi hatóságunk kiadják, ezt ott regisztráljuk. Nagyon fontos kiemelnem, hogy jogi képviselő a regisztrációnál szükségeltetik, tehát ügyvéd vagy jogtanácsos. Magát a liciten résztvevő maga licitált, illetve jogi képviselő meghatalmazottja útján is, de hogy kik bíznak meg kit, az teljesen nyilvános a licit folyamán, és a teljes átláthatóságot fogjuk biztosítani. És azt is biztosíthatom, hogy teljesen a jogszabályi keretek közt fog lezajlani az árverés. A kikiáltási ár, ami a honlapon látható, az az induló ár. Ha ezen az összegen nem kell el a föld, akkor az árverés érvénytelen. Tehát ez ettől csak magasabb, hogy ezen az áron értékesíti az állam a földet, azzal egyébként nagyon fontos, hogy 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom lesz a magyar állam javára bejegyezve, és visszavásárlási jog. A másik igen fontos kritérium, hogy ennek az induló licitnek a 10%-át azt a szándék komolyságát megjelölendő, azt majd be kell fizetni az illetékes banknál, ez erről szóló igazolást azt hozni kell majd a regisztrációhoz. Na, tehát el is mondta egybefüggően, hogy a lebonyolítás milyen szabályok mentén fog történni. Egyébként a kormányhivatalokra milyen feladat hárul most jelen pillanatban, amikor előkészíti ezt az egész folyamatot? Maga a kormányhivatal fogja az árverést végezni. A szükséges nyilvántartást koordinálták térkép alapján a földművelősügyi főosztály és a nyíregyházi az illetékes földművelési osztályok fogják biztosítani. A kormányhivatal honlapján, ugye, mint említettem, rajta van a egyes napokon licit állandó földeknek a listája. Ez minden járási hivatalnál is megtalálható, illetve az érintett települési jegyzőket is megkértük, hogy függesszék ki. Tehát a kifüggesztések azok folyamatosak, mi is meghirdettük, illetve tájékoztattuk már írásban az érdeklődőket, a gazdákat, hogy hol találhatók meg ezek az árverési hirdetmények. Tehát, és a munka dandárja ezután kezdődik, és fontos még kiemelnem,
hogy közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző a jegyzőkönyvet záradékolja, egy záradékot, tanúsítványt fog adni annak, aki nyert. Tehát a teljes tisztaságot állami közjegyző fogja bizonyítani az eljárás során. És ezt követően kerül majd sor arra az eljárásra, amelyet a földforgalmi törvény előír, hogy kinek van elővásárlási joga. A bérlőnek, ha a bérlő, haszonbérlő azt az árat, ami a kikiáltás ár volt, megadja, akkor ő övé lesz a föld, példának okáért. De most ezek hát már részletszabályok. Igen, megvan a szabályrendszer, megvannak a biztosítékok, a garanciák, ahogy mondja a kormány megbízott úr, a nyilvánosság nyilvánvalóan ezt figyelemmel is fogja folyamatosan kísérni, illetve azt is meglátjuk, hogy ugye a szeptemberi kormányhatározat azt is tartalmazta, hogy december végéig le kell bonyolítani ezeket a liciteket, hogy ez a gyakorlatban hogyan történik meg. Igen. Beszéljünk egy másik témáról, amiért elhívtuk kormány megbízott urat szintén. Sorra adtak át és nyitottak meg kormányablakokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt hetekben, az elmúlt időszakban. Milyenek lettek ezek a kormányablakok, hogyan szolgálják az ügyfelek kényelmes, gyors és korszerű ügyintézését? A kormányablakokkal, amelyek második generációs kormányablakok, tehát nagyon gyors informatikai háttértámogatással működnek. Ez azért fontos, mert átlag ügyfél idő, amit eltöltenek, az 14 perc. Persze van, ami 1 perc több, és nagyon sok ügyet tud majd intézni az ügyfél. Tegnapi értekezletünkön elhangzik, hogy közeljövőben további 87 ügyfélkörrel bővül a kormányablakokban elintézhető ügyek száma. Megyénkben jelenleg 15 kormányablak működik, további 6 kormányablak kialakítása és átadása várat magára. Ebből örömmel jelenthetem, jövő héten 2 kerül átadásra, egy harmadik szintén kész van, és november 20-án reményeink szerint további 2 kormányablak kerül átadásra. Ezek Balkány, Baktalórendháza, Csenger, Újfehértó és Nagyhalász, míg a Záhonyi kormányablak átadása az reményeink szerint december közepéig, de még ebben az évben meg fog történni. És a megyékben úgy állunk, hogy egy okmányiroda lesz, amely kormányablak funkciót nem lát el, a nagyecsedi, de az is megmarad, nem kerül bezárásba. Tehát a megyénkben 21 kormányablak fog működni december végén. Ez ismereteim szerint legtöbb az országban, mert Borsodban például 19 lesz, tehát, és jelenleg már 15 működik. Tehát a remélhetőleg az ügyfelek megelégedésére. Tehát a tárgyi személyi feltételek, informatikai háttér minden adott ahhoz, hogy több ügykör, ügytípus egy helyszínen elintézhető legyen. Milyen hivataloknak kellett egyébként hozzákapcsolódniuk az új közigazgatási rendszerhez, a kormányablakokhoz? Hát nagyon sok múlik azon, hogy a KKHT, tehát azok a központi szervek, amelyek a informatikai támogatást, most nem akarom a nevüket mondani, a nézők úgyse tudják megjegyezni, időben, kellő módon, pontossággal felszereljék. Nagyon sok múlik a kivitelezőn, a tárgyi eszközök beszállítóján, hiszen ha elmegyünk egy kormányablakba Tiszalökön, és elmegyünk mondjuk Kisvárdán, vagy Mátészalkán, vagy Nyíregyházán, ugyanaz a belép, ugyanaz a forma, design, berendezés fogadja mindent, és ugyanaz a technikai felszereltség. Ez a tárgyi dolog, a dologi. De ez nem pótolja a felkészültséget, a kedvességet és az udvarias ügyfélfogadást. A munkatársakat folyamatosan képezzük ki, illetve olyan rendszer van a tudástár révén, hogy adott ügyben nem tud rögtön, de akkor a számítógépen meg tudja nézni, hogy mik a konkrét teendők, formanyomtatványok, tehát megtalálja a legrövidebb utat az ügyintézéshez. Olyan számítógépes rendszer, majd rögtön tud felvilágosítást adni arra a konkrét szóra rákeresni, mondjuk család
támogatás, vagy lakásfenntartás támogatásra, és rögtön tudja mondani az ügyfélnek, hogy mi a teendő, milyen űrlapon kezébe tudja nyomni, az okmányok cseréjét gyorsabban tudjuk elvégezni, és ezen a téren még nagyon fontos is ez a jövő lépése, hogy bizonyos úgynevezett állami rezsicsökkentés keretében bizonyos közigazgatási eljárások azok díjmentesek lesznek jövőre. Így van, tehát elveszett személyigazolvány pótlás, vagy okmány pótlás. És ezt még tovább lehet fejleszteni így van, a következő most nem évben, szívesen, az majd az közigazgatás most lesz. Igen. Tárgyalja a jogalkotó, majd ha meg lesz a norma szöveg, akkor erre visszatérhetünk. De a legfontosabb célunk az, hogy tényleg minél közelebb legyen az ügyfélhez a közigazgatás, a területi közigazgatás, és minél több elégedett ügyfél legyen. És az integrációnak is ez volt a célja, amit áprilisban megvalósítottuk. Csak egy számot, ha megenged utoljára. Húsvét előtt országos szinten a kormányhivatalok, járáshivatalok 600 ezer utalást vagy postai csekket adtak föl a FHT, a foglalkoztatás helyettestő támogatásban. 600 ezer, és ebből 2000-nél jelentkezett probléma, mert hogy az ügyfél elköltözött, vagy hasonló. Ez egy nagyon jó arányszám. Még van mit javítani, ez a célunk a kormányablakokkal, minél pontosabb, gyorsabb, határozottabb és törvényes ügyintézés történjen a megyében. Köszönjük szépen, kormányelőző úr. Én köszönöm a lehetőséget.